Kenyérmaradékok Nyíregyházen a Sóstói tópartján. Nyáron sokan sétálnak erre, és boldogan etetik az emberhez egyre közelebb merészkedő kacsákat. Valószínűleg ezek a morzsák is így maradtak itt. A gyerekek etették a vízimadarakat, majd megunták és mentek tovább. A kenyeret pedig itt hagyták, hát ha később még megeszik a madarak. Ez olyan, mint amikor a családban az anyuka édességgel tömi a gyereket, a gyerek nagyon örül neki láthatólag, csak nem használ neki. Ugyanez van a vízimadarakkal is, tehát ők ezt szívesen elfogadják, sőt, szinte idomulnak ahhoz, hogy ha meglátják az embert, már jönnek is közelebb, és nagyon cuki, amikor elveszik a kezünkből a kenyeret és egyéb dolgokat, de tudni kell, hogy ez több okból is teljesen felesleges is, és veszélyes is. Egyrészt a madarakra nézve, meg közegészségügyileg is ez nem igazából nyerő. A madarak vízi növényekkel és rovarokkal táplálkoznak, ettől tudnak a fiókák egészségesen fejlődni. A hattyúknál például kialakult az angyalszárnyúság nevű betegség a túl sok emberi etetés, vagyis a nem megfelelő minőségű táplálékok miatt. Ez azt jelenti, hogy összezsugorodik a fejlődésben lévő madarak szárnya, és röpképtelenné válnak. De más problémát is okoz az etetés, nem csak a madaraknál, a teljes környező ökoszisztémánál. Ezek a túletetett madarak, ezek egyrészt összegyűlnek egy bizonyos részén a tónak vagy a folyóvíznek, és ott sokkal többet piszkítanak, ürítenek. A felgyűlemlett szerves maradék, amit feleslegesen bedobálnak az emberek, az szintén rontja a víznek a minőségét, és 4 vagy 5 évvel ezelőtt például a Bújtos tónál egy óriási pusztulás volt, amikor nem csak a madarak, még a halak is pusztultak. Ez egyrészt köszönhető volt annak, hogy nyáron meleg volt és lecsökkent a vízszint, plusz a túletetés miatt, ugye ott örökös föld lakossága rendszeresen jár ki és dobálja be a kenyeret és egyéb dolgokat a madaraknak. Ez megpushasztotta a vizet, beruhasztotta. Olyan kékalgák dúsultak fel, amelyeknek a toxinja, a méreganyaga, az bénítólag hat a madarakra. Tehát ezt tavi bénulásnak hívják. Először a madaraknak a szárnya szokott megbénulni, aztán később a lába is kezd elzsibbadni, lebénulni, ilyenkor már kimásznak a partra, de ilyenkor már menthetetlenek. Tehát a szennyezett víz, a kékalga toxin miatt a légzőszervek is leállnak, és ilyenkor elpusztulnak. Úgyhogy több száz szárcsa, réce, sirályok pusztultak el akkor a Bújtostónál, és aztán később még a halakra is ráment ez. Mai napig nem tudott rendesen helyreállni a Bújtostónak az élő világa. Vannak olyan vízimadarak, amelyek akár a madárinfluenzát is képesek terjeszteni. A mesterségesen fenntartott táplálékbőség ráadásul kikapcsolja a téli túléléshez nélkülözhetetlen őszi elvonulási viselkedést. Ezért nem ritka, hogy télen jégbe fagynak az itt maradt madarak.